Gramcsa. Nincs itt hideg kint. Kint? Ma hideg van. Kéne mi? Keresni valami melegebb helyet, nem? Menjünk délre? Békés Csabára vagy hol? Internet kell, ez a lényeg. Lesz ott internet. Választunk egyet, Kopenhága, Berlin, nem rohadt hideg van. Az a mind hideg. Igen, nem jó. Larnaca, az valami sziget, nem? Hol van ez? Ciprus főváros. Ciprus főváros. Legyen az. Legyen az, megyünk Ciprus. Legyen az, jó. Fényes Larnaca, ami persze. Megjöttünk Ciprusra, kurva jó idő van. Kicsit esik az eső. Na, Larnacában mire kell bekapcsolnom adat a roamingot? De most az első hibát már is ott követtem el, hogy így akartam beszállni az autóba. Ahol minden normális európai ember ül, ott nincs kormány. Jajaj, mert hogy Cipruson fordítva vezetnek az emberek. Az egyetlen szerencse, hogy hála jó Istennek automata váltósat kaptunk. Gyerekek, ez kurva jó! Valami hihetetlen klassz apartmanunk van, nézzetek csak körbe! Pár éve épült, és van fiús. És fiús, ilyen jó kis izé. Man cave. Ilyen techno. Két szintes, alsó szinten tök jó kis nappali, tévé, nézzük a zenét, van wifi, tök jó kis konyha van, kajáldával. 47.000 forintba kerül egy komplet hétre ez az apartman. És annak ellenére, hogy esik az eső, 20 fok van még mindig, tök jó meleg van, még két napot kell kibírni, és egy kicsit ilyen esős lesz, pénteket tök jó napot is mondanak. És hőmérsékleten zseniális a dolog, mert végig 20 fok környékén vagyunk. Ciprus. Hát hello! Eljöttünk pár ezer kilométert. Erre mit csinál az a jó ember? Leül a notebookjához, és Dirt 3-ozik. Először azt hittem, hogy ez rizs. Az első kanálra rájöttem, hogy ennek semmi köze a rizshez, ez hagyma. Ákosnak jó a szeme, így látszik. Na, az például ott egy 100NX. Ezt megismered még? Igen. Szegénykinek lehámlott már az arca. Gyönyörű. Gyönyörű. Újabb csodálatos, egzotikus állattal bővül a gyűjteményünk. Na, milyen autó ez? Tegyék meg tétjeiket. Formája is mondhatni gyönyörű. Tadám! Toyota! Tudtad, hogy Cipruson is lehet kapni? Felt! Ma se alszunk. Egy kis hazai, és nem mi hoztuk, hanem ez export termék. Ide meg import. Ú, de jó idő van. Azt a de marha jó. Új, de utálom a tevet. Én is gyűlölöm a tevet. Ide kell költöznöm valamiképp. Ákos éppen szívja a fehér port az órán keresztül. Na ez most olyan az a Delight? Megkóstolhatom? Ahhoz hasonló, de készülj fel mindenre. Gyerekek, állítok, ez annyira jó, hogy most össze fogom magamat fosni. Kis Delight-ot. Mi a faszom ez? Mert nem mert elrágni. Ciprus Delight. Ez olyan, mint a Turkish Delight, csörök csemege. Ez egész ilyen iszonyat mennyiségű porcukorban van, de aki elt már Törökországban ilyesmit. Ráhátnak hívják, meg lókum. Ez még az, ami tud. Ilyen, és ez ilyen rózsafajta, tehát rózsavíz ízű. Emberi nyelven, európai ember számára ezt elmagyarázni nehéz. De én nagyon szeretem, bár ez nem olyan, amit igazán szeretek. De jó lesz, jó lesz. Ja, ez a leglényegebb. Mennyi volt? Egy. Egy euró, egy ekkora dobozni. Teljesen mindegy, hogy mi tulajdonképpen porcukor az egész. Hát hogy is mondjam, ilyen szelfedél tömítés állagon. Apróra felkockázva és újra vulkanizálva kockaformára. Bejártunk egy nagyon finom, hát ilyen mix kaja, mindenféle húsok voltak benne, rostan megsütve.
A nagy tányért kértük, salátával, sült krumplival 10 euró volt, azaz 3000 kevés forint. Frissen facsart isteni narancsdével, és így fizettünk 24 eurót összesen, szóval ketten. Jó, nem a legolcsóbb, de ez teljesen átlagos. Ne felejtsd el, hogy Siófokon vagyunk. Siófok közepén, igen. Tehát ott a nyár, akkor nézd, egyáltalán nem drága. Ezeknél a ciprusieknál éjjel is fúj a szél, nem úgy, mint otthon Elsimon kertben, meg Tarlós pusztán. Ezt a felvételt csak azért csináljuk, hogy lássátok a riporterek élete állandó küzdelem az elemekkel. Gyakorlatilag amióta megérkeztünk, szakad az eső, ma reggeltől egészen durván, és most van baj, mert ezen az utcán kéne elmennünk a kocsihoz, és gyakorlatilag egy folyó állja útunkat. Bakker! Hé! Hey. Figyelj már, de onnan jön a víz! Mintha egy picit esett volna az eső itt. Az a poén, hogy... Ezt csak nekünk nyitják. Csak nekünk nyitják most ki, tök sötét van. Erre jártunk, a rohadt nagy esőben. És találtunk egy marha jó motormúzeumot. Úgyhogy most ugye 4-5 órát el leszünk szerintem. Úgyhogy fél óra múlva szegények bezártak volna. Igen, hát így jártak. A 9 euró azért az 9 euró. 9 euró. Grant, te spamelsz? Éppen spamelek, igen. De ezt nem a junk mappával tesszük, jó? De mit csinálsz, te drága ember? Mélyített vágok, tesó ember, nem készült el. Ott van magul. Oh, 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 oh,